Május 4-én új járványügyi rendelkezések léptek érvénybe. Ezek jelentőségéről és a változásokról fogunk beszélgetni László Imrével, új budapolgármesterével. Polgármester úr, ezek a rendeletek, illetve nagy részük egészen másképpen érintik a vidéki ö, városokat, és másképpen budapestieket, illetve a Pest pestmegyeieket. Mik ezek a nagyon-nagyon karakteres ö, különbségek? alapvetően különbség lett téve a ország két része között, illetve hogy egészen pontosan fogalmazzunk Budapest-Pest megye és az ország többi része között. Míg a fővárosban és Pest megyében szigorítások léptek életbe, maradt a kiárási korlátozás, de mellette elrendelték kötelező érvényűen számosnak a viselését tömegközlekedési eszközökön, üzletekben, piacon nem akarom végig sorolni, tehát mindazokon a területeken, ahol zártan sok ember egyidejűleg fordul meg, és ahol, hát hogy úgy mondjam, meglehetősen nehéz betartani azt a bizonyos másfél méteres távolságot. Bár természetesen törekvések vannak erre is. Az ország többi részén pedig ö, enyhítéseket léptettek életbe, boltok ö, meghatározatlan ideig, magyarul egyébként korlátozás nélkül, a korábbi menetrend szerint vagy időtartamban tarthatnak nyilván nyitva, és természetesen kerthelyiségek, tehát a szabad téren a vendéglátóipar elkezdheti a működését. Ez egy lassú folyamat nyilvánvalóan, de beindítja ezen a területen az ellátást. Úgyhogy ez a karakteres különbség lépett életbe, a magyarázata borzasztóan egyszerű, sajnálatos módon. A fertőzések több mint 50% a Budapestre is, még kiegészítve ez a százalék Pest megyére, tehát erre a területre korlátozódik. Nem gondolja, hogy ettől, hogy, hogy ugyan vidéken enyhítések vannak, mi pedig maradtunk a korlátozás alatt, mégiscsak ugyanúgy történnek meg a dolgok? Hiszen bár mi budapestiek nem mehetünk el vidékre, a vidékiek feljöhetnek Pestre, találkozhatok velük, és ugyanúgy elvihetik, vagy van különbség, tehát van ennek egy karakteres jelentősége, ennek a megkülönböztetésnek? Ez a lehetőséget adja meg kétségtelenül, hogy a fertőzés Budapestről kikerüljön a vidéki területekre, de hadd tegyem hozzá az őszintesség és realitás kedvéért, hogy én külön gratulálok annak az embernek, aki egy ilyen helyzetben olyan intézkedést tud fabrikálni, ami minden tekintetben kockázat nélkül megállja a helyét. Vannak gondok, vannak problémák, lehetőségek, ez nem nagy százalékban jelenik meg, a gyakorlatban, de kétségtelen, amit elmondott, ennek a lehetősége adott. Nyilván erről is sokszor volt már szó, hogy hogy példamutatóak a magyar emberek jelen pillanatban eléggé fegyelmezetten elfogadják ezeket a rendeleteket, de nagyon-nagyon fontos, hogy el, meg is tudják érteni, hogy miért van ennek jelentősége. Polgármester úr, Mit, mit üzenne? Tehát miért ne lélegezzünk fel, és mondjuk azt, hogy én azért mégis megpróbálok elmenni a barátnőmhöz vidékre, vagy budapesti fiatal vagyok, akinek a állandó lakcíme Balaton lellén van, annak ellenére, hogy hat éve már itt élek életszerűen, most mégis inkább hazamegyek, mert ott jobb. Miért ne tegyük ezt? Ez, ez egy roppant furcsa helyzet. Azt kell mondanom, hogy ez a járvány hova tovább megtagadja önmagát. Tehát nem tankönyvi módon viselkedik, hanem egészen sajátosan, hála jó Istennek, hadd tegyem hozzá rögvest, tudnélik a csoportos megbetegedés fázisából a tömegesbe nem ment át, vagyis nem robbant még be a járvány, a szó szoros értelmébe vet, és borzasztó sok kellemetlenséget, betegséget haláltokozó formájában. Ennek a lehetősége adott ezt kell valamilyen formában kivédeni. Úgyhogy azt kell mondanom ezzel kapcsolatban, hogy borzasztóan oda kell figyelnünk, és önmérséklettel kell lennünk. Képzeljük el, ez olyan, mint egy nagyvad, mint egy oroszlán, amik lekuporodik és ugrásra készül. Megvárja, míg az a másik vad olyan helyzetbe kerül, hogy számára a legjobb. Most mi ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy ez a nem látható fenevad, ami itt közöttünk, ezt az ugrást meg tudja tenni, és be tudja robbantani a járványt. Tehát önfegyelem változatlanul a védőeszközöknek a használata, tiszteletben tartása annak, amit jó szándékkal elmondanak nekünk folyamatosan, hogy mit tegyünk, és azt is, hogy mit ne tegyünk mert ezek soha nem önös mondatok, soha nem fenyegetések, hanem jó szándékú figyelmeztetések, hogy a saját egészségünk, a környezetünk, a családunk egészség érdekében mit kell tennünk. Az, hogy Budapesten és Pest megyében maradtak a korlátozások, logikusan azt is jelenti, hogy maradt a kerületek polgármesterei kezében, illetve a kerületek kezében lehetőség az egyéni változtatásokra tervez. Polgármester úr, nálunk valami újat itt hétvégére? Nem, semmit sem. Ugyanis nem maradt. A kormány kifejtette és kijelentette, hogy gyakorlatilag az, ami korábban volt a korábbi hetekben, hogy az adott területen a polgármesterek bizonyos szigorító intézkedést vezethetnek be, soha nem egyébként a könnyítése, amit a kormány elrendelt, tehát szigorító intézkedések, erre már nem lesz lehetőség. De hadd tegyem hozzá, hogy mit is tettünk mi ennek érdekében. Gyakorlatilag megelőztük, hiszen a piacon elrendeltük kötelező érvényűen a szájmosznak a viselését. Tehát elébe mentünk néhány héttel annak az intézkedésnek, ami most a kormány részéről el lett rendelve. Nem, ilyen szándék nincs, nem is lehet. Itt majd érdekesség lesz az, hogy az a bizonyos sport akkor játszóterek ezeknek az igénybevétele hogyan fog történni, az uszodák mikor nyitnak ki, mikor kapjuk meg a lehetőséget. Ugye a sport vonatkozásában hadd mondjam, hogy például kocogni, kerékpározni, minden további nélkül lehet, hiszen ott betarthatók azok az óvórendszabályok, amik távolság formájába írják elő azt, hogy mit kell betartani. Na de azt én borzasztó kíváncsian várom, van ilyen jelzés felé, hogy szeretnék elindítani a kispályás labdarúgó bajnokságot. Én kimegyem, és csodálattal fogom nézni, hogy ez úgy fog bonyolódni, hogy másfél méteres távolságot tartanak egymástól a játékosok. Milyen foci lesz ez? Hát természetesen semmilyen. Azok a lehetőségek, ahol a test-test harc, a sportnak a része, hát ott észnél kell lennünk. Az, hogy a profi sportba ezt engedélyezik, akiknél vizsgálatokat csinálnak, folyamatosan tesztelik őket, az egy dolog. Ott tudjuk nagyon jó, hogy a költségvetés sem olyan kicsi, hogy ezt ne engedhetnék meg maguknak. De az, hogy én egy grundon hozzájárulhassak, nem én fogok hozzájárulni a kormány, tehát nem arról van szó, hogy én teszem, vagy nem teszem. Ehhez a dologhoz nagyon észnél kell lenni. Úgyhogy én a sporttal kapcsolatban a kormányhivatalhoz fordultam, és állásfoglalást kértem, hogy ők milyen sportágak esetében, és hogyan képzelik el azt, hogy valóban az egészség megőrzése mellett engedélyezzük bizonyos sportág működését. És erre még nem kaptunk választ? Nem. nem. Ön szerint nyilván ezek találgatások, de így a realitás talaján maradva, körülbelül mi budapestiek mikor számíthatunk enyhítésre, vagy egyáltalán gondolkozzunk -e ezen már? Nézze, természetesen persze, hogy gondolkodunk, de én nagyon köszönöm, mert fantasztikus módon vagy varázslónak tekint, vagy egy olyan embernek, aki azzal a képességgel sajnos töredelmesen be kell vallanom, nem rendelkezem, de nincs ember, aki meg tudná mondani azt, hogy ez az ellaposított görbe megugri hirtelen, vagy kihalszik? Lesz-e második köre ennek a fertőzésnek, még mielőtt a vakcinát kidolgozzák és használhatjuk, vagy nem lesz? Nincs ember, aki ezt meg tudja mondani, sőt azt mondom, teljesen őszintén óvakodjanak azoktól, akik ezt fölvállalják. Másik nagyon fontos kérdés, amire választ várunk, hogy hogyan fog beindulni az egészségügy, ugye óvatosan ennyit tudunk róla. Itt a kerületünk fel van készülve arra, hogy, hogy újrainduljon újra induljon az egészségügyi ellátás? Hát tudja, egy kicsikét én tiltakoztam az ellen, hogy újraindítják az egészségügyet. Az egészségügy, ha korlátozottan is, idáig is működött bizonyos korlátozó rendszabályoknak a betartásával, bizonyos szakmáknak a, hogy úgy mondjam, kivételével, akiknek nem volt lehetőségük. Most szélesítik. Ez sem abszolút értelemben a nyitás, tehát nem ugyanaz, amit a járvány előtti időszakban megéltünk. Hiszen itt is egy sor korlátozó tényező van. Hogyha belegondol abba, amit ugye meghirdettek, hogy telefonon kell bejelentkezni, hogy a időpontra érkezve a váróteremben maximum négyen tartózkodhatnak. Az, hogy a nagy kockázatú beavatkozások esetében negatív tesztvizsgálati eredmény kell. Ugye ez azért ez nem volt a része a korábbi egészségügyi ellátásnak. Szerencsétlen dolognak tartom, ezt viszont nagyon ki kell hangsúlyoznom. Hogy csütörtök délután, a május elsőjé előtti csütörtök délután hozták ki ezt az intézkedést, és hétfőtől léptették életbe, ami azt jelentette egyrészt, hogy igazán fölkészülni az egészségügy erre nem tudott. Egyik probléma. A másik probléma pedig úgy rendelték el a negatív tesztvizsgálatot bizonyos beavatkozásoknál, hogy nem dolgozták ki. Azt mondták, hogy majd hétfőn, meg fogják mondani. Hát akkor, hogy rendelik el hétfőtől a vizsgálatokat, a rendelők működését, hogyha nagyon fontos dolgot, ugye, mert a magas kockázatú beavatkozások, bizonyos műtéti beavatkozások, fogászati ellátások, azok fontosak, azok nem léphetnek be a rendszerbe, mert majd csak hétfőn kapják meg pontosan azt, hogy hogyan lesz. Na ezt a dolgot is lepuhították, és ezt én nagyon sajnálom, mert a biztonság érzetét veszi el az embereknek, a hitét veszi el. Tehát ugye kötelező a negatív teszt. Aztán jött, hogy nem, a negatív teszt igen, de ezt az állam fizeti, tehát gyakorlatilag a pénztár, a hoep -nek az utódja, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap fogja finanszírozni. Jó, Na de nem mindenkinek, mégsem. Majd az orvos kitölt egy űrlapot, és annak alapján el fogja dönteni, hogy az a beteg, aki őnála ezt a beavatkozást igényli, mert kell, az most akkor kell -e neki negatív teszt, vagy nem kell. Ezt nem lenne szabad így csinálni. Ez kapkodás, és egy rendszer működésébe vett hitnek az elvétele. Nagyon sajnálom, nem szabad így csinálni. Egy Facebook küldött az egyik új budai polgár hozzánk egy leírást, illetve kérdést pont a fogászattal kapcsolatban, hogy amikor ő fogat akart húzatni, akkor két negatív tesztet kértek tőle. Ami ugye azt jelenti, hogy hogy az egyiket a másikhoz képest két hét kell, hogy elteljen, tehát hogyha számítom, akkor három hét után húzzák uh, ki a fogát. Ez életszerű? Tehát ilyenekbe belefutható? Abszolút nem életszerű. A két hétnek pláne nem életszerű. Ugye két hét a ideje ennek a betegségnek. Ami azt jelenti, hogy ha én most elvégzem, az ugyanaz, mint a kollégái, amikor készítenek egy felvételt. Egy pillanatot rögzít. Most az van, hogy negatív, vagy pozitív. Negatív, a másnap már lehet pozitív, mert gyakorlatilag korábbi fertőzés eredményeképpen jönnek meg azok a tünetek, illetve kimutathatóság szempontjából az a helyzet áll elő, hogy pozitív lesz. Tehát gyakorlatilag itt nem két hét van a két vizsgálat között, hanem maximum néhány nap de nagyon szűken. Hogyha ilyet az önmagába véve, hogy két vizsgálat kell, hogy valakinek mondjuk a fogát kihúzzák, hát nem tudom, ki találta ki, de minden esetre eléggé hajmeresztőnek tűnik. Mert ha most ne, ő negatív, és most csinálják meg a beavatkozást, akkor a negatív vizsgálat birtokába ő biztos, hogy nem fertőző. Ez a példa is nagyon-nagyon tükrözi azt, hogy, hogy a betegek azok érezhetik magukat végtelenül kiszolgáltatottnak ebben a helyzetben, és tanácstalannak. Itt a kerületben ön mit javasol, hogyan induljon el egy beteg mondjuk fogászatra, vagy, vagy egy nem sürgősségi, ám éppen aktuális, nagyon is fontos vizsgálatra? Mondjuk egy olyan vizsgálatra, amit Igen, így korábban, így mert akkor nem lehetett megcsinálni. Várjon csak, még. csak azon az úton, amit előírtak. Tehát föl kell hívni a rendelőintézetet, hogyha a járóbetegszakellátás keretébe akarja megkapni a orvoslást szó szerint a problémájára. Vagy éppen a házi orvosát kell fölhívni és azt a bizonyos, amit korábban említettem, időpontot megkapni, amikor ő oda elmehet. Tehát ez így van elrendelve, azért mondom, hogy nem az az egészségügyi ellátás lépett életbe, ami a járvány előtt volt, hanem a korábbinál egy bővítettebb, de semmiképpen sem az abszolút értelemben és megszokott formában Kiterjesztett egészségügyi ellátás. Ön szerint ezek a rendeletek nem növelik meg az esélyét a fertőzésnek, akár az orvos, akár a beteg szempontjából? Ez abszolút az óvatosságot táplálja ez a rendelet. Tehát az, hogy én nekem telefonálnom kell, az, hogy időpontra megyek, az, hogy négy ember tartózkodhat maximum a rendelőbe, az, hogy a magas kockázati beavatkozásnál negatív teszt kell, ez védi a környezetet is, de védi elsősorban az ellátó tagozatba dolgozókat. Nem, 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 ez, ez, pont ellenkezőleg, ez inkább segít abban, hogy az egészségügyi ellátás, mint rendszer megőrizze a működő képességét. Már sokadik beszélgetésen vagyunk túl, és már megszoktam, hogy a végén mindig valami jó hírrel, vagy valami pozitív Üzenettel tudok elköszönni, úgyhogy megint arra kérem, polgármester urat, hogy mondjon egy jó hírt. A jó hír az, hogy függetlenül attól, hogy mi biztosítjuk a védekezéshez szükséges eszközöket, és nem a kormányhorott miniszteri rendelet írja elő, ami érvényben van, ezt én elküldtem az illetékeseknek, hogy gondolkozzanak rajta, hogy mi a feladatuk. Mivel ők nem tették, mi tettük. És a jó hír ebbe az, hogy ezt nem csak hogy változatlanul tesszük, hanem előtérbe helyezzük most már a tesztvizsgálatokat. Mégpedig ott is azokon a területeken, ahol azok az emberek dolgoznak a kerületben, akik a kerület biztonságáért vannak. Az orvosi rendelőben, a házi orvosi rendelőkben, a bölcsődékben, az óvodákban, a szociális területen, ugye a háziápolás ápolás keretébe például, vagy éppenséggel az idősek otthonába. Tehát, hogy védjük azokat, akiknek védeni kell, akik értünk dolgoznak, azért, hogy elkerüljük az igazi nagy bajt. Őhoz, ő rájuk kell most alapvetően koncentrálni. És ezt folyamatosan úgy tesszük, hogy a két hétről beszéltünk lappangási idő. Minden két hétben fogjuk ezeket az embereket szűrni. Meg kell őriznünk a biztonságukat az egészségük érdekébe, és annyi tisztelettel kell lenni a munkájukkal kapcsolatban, hogy ezt legalább azzal ismerjük el, hogy őrizzük az ő egészségüket. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.